Jubileumi számhoz érkezett a Szizo Sportszerkupa. A pénzdíjas teremlabdarúgó tornát 10. alkalommal rendezik meg Máté Szalkán. Összesen 48 csapat adta le jelentkezését, a résztvevő együttesek pedig nem csak a térségből, hanem a megyén kívülről és a határon túlról is érkeztek. Nagyon sokrétű a nevező csapatoknak a helyszíne, távolsága. Romániából idén 2 csapatunk lesz, de vannak nevezőink Egerből, Debrecenből 6 csapatunk, ilyen még sosem volt, eddig mindig 1-2 volt, és ugye a környékbeli és helyi utánpótlás csapatok szintén részt vesznek ezen a tornán. A csapatok csütörtöktől vasárnapig 12 csoportban mérkőznek meg először egymással, innen jutnak a kieséses szakaszba a legjobbak. A szabályokkal kapcsolatban annyi változás van, hogy tavaly kipróbáltuk a 4+1-es játékrendszert, gyorsabbá teszi a játékot, jobb meccsek vannak, tehát ragaszkodunk ehhez a 4+1 futszál játékrendszerhez. Összességevéve ennyi változásunk van, a többi az ugyanaz, tehát 24 csapat jut be az egyenes kieséses szakaszba, és akkor onnan derül majd ki, hogy ki jut be a 3-as döntőbe, amelynek vasárnap 7 óra körül lesz majd vége.